Na csácsó, mit csörtészt a csokoládé? Szavaztok gyerekek, Gurva csatornán kívül jelentkezik a következő géptest videóval, aminek az alanya nem lehet más, mint ez a csoda, amit itt láttok. A Harkovi, az ukrán Harkovi traktorgyárba készült, és itt jegyezném meg, hogy ezért az a neve, hogy HTZ, mivel ugye Harkovba készült, ugye az MTZ az azért MTZ, mert ugye a Minszki traktorgyárba készült. HTZ T150K jelű, nagy erejű, vonó, gép, nagy erejű munkagép, aminek a motorja nem más, mint egy VR rendezésű, 6 hengeres, turbófeltöltős erőmű, amit képzeljétek el, ez nagyon furcsa lehet egyébként, aki nem ismeri a típust, meg az ilyen jellegű típusokat, egy kétütemű benzinmotor indít meg, és a kétütemű benzinmotor viszont egy villanymotor indít meg, egy gyakorlatilag önindító. Na, egyébként ez egy rettenetesen univerzális traktor, 12 előre és 4 darab hátrameneti sebességgel rendelkezik, ebbe ugye felezők is, és ugye a szorzók is beletartoznak, a szorzott sebességek is. Na, de nézzük meg igazából, hogy mivel fogjuk összehasonlítani ezt a csodát. Egyébként ennek a gyári adata 165 lóerő. Itt nagyon sokan vitába bonyolódtak a komment szekcióba, hogy hát, hogy lehet összehasonlítani újabb jellegű traktorokat, hogy lehet összehasonlítani ezeket a gépeket, a régebbieket, meg igazából ugye a newtonméter számít, a nyomaték és nem a lóerő. De gyerekek, mi a Farming Simulator 19-be vagyunk, és itt gyakorlatilag a készítők lóerőbe tudják meg, ezt az egy adat létezik. Ez olyan, mintha egy olyan világban élnél, amiben nincsen newtonméter, nincs semmi. Itt meg tudják adni lóerőbe az erejét a traktornak, ebből kell gazdálkodnunk. Úgyhogy így szerintem, hogy összehasonlítok nem modolt és modolt gépeket, így azért be tudjuk határolni, hogy mennyire jól vannak konfigurálva. Igazából erre megy ki az egész játék. Na, mielőtt körbejárnám ezt a csodálatos gépet, nézzük meg, hogy mivel lesznek összehasonlítva, mert most már 2 darab traktorral fogom összehasonlítani ezután a úgymond érkezőket, a tesztalanyokat, mivel akkor talán még relevánsabb információt, még inkább több információt tudunk leszűrni abból, hogy melyik mennyire erős ez a gépek. Gyakorlatilag nincs az, hogy véletlenül kifogunk egy olyan típust a nem modolt járművek közül, amelyik annyira nem frankó. Na, bemegyünk a boltba, és megmutatom először, hogy melyik típusokkal fogjuk kipróbálni. Ugye 165 lóerőről beszéltünk, egyébként 170 lóerőnek van itt írva, a gyári adata egyébként 160 lóerő, itt már 170-nek van írva, ugye látjátok, 125 kW és 170 lóerő, 33 km per óra ugye a végsebessége. Ez nagyon szép és jó, de nézzük meg, mivel fogjuk összehasonlítani. Nagy kedvenc, egy 6M szériás Johnnyval, ami ugye 142 lóerő, viszont ebbe bele tudtuk rakni, én bele is raktam már a nagy motort, amelyik azt hiszem ugye olyan 170 lóerő körül mozog, meg még akkor már, hogyha nagy kedvenceknél tartunk, akkor egy 700-as Fentet is ide varázsoltam, ami 165 lóerővel rendelkezik. Ugye egy nagyon picit hangyányit, szó szerint hangyányit, alatta van a T150-esnek a teljesítménynek mind a kettő. A traktor viszont újabb, kifinomultabb, és meg fogjuk nézni. És ezután mondtátok, hogy ezeknek a traktoroknak a jellegéből adódóan jó lenne, hogyha raknék rá orsúlyt. Mert ugye nagyon hátul van terhelve azzal a típusú póttal, nagyon rátámaszkodik ugye a vonó pontra a súly, és emiatt az elejét nagyon kiemeli, és gyakorlatilag főleg az ilyen jellegű traktora ugye elől kicsi, hátul nagy kerékkel nem annyira ideálisak a körülmények, ha nem rakok rájuk súlyt. Na, meg ugye az MTZ-n például gyári ragaj volt a súly. Oké, akkor ezzel kettővel fogjuk összehasonlítani, nézzük meg már ezt a T150K-t, hogy mégis hogy néz ki, és hogy fog viselkedni. Annyit elmondanék, hogy rengeteg T150K mod van ugye az interneten. Én egy viszonylag újat próbáltam, egy viszonylag jó verziószámot próbáltam hozni nektek, egy viszonylag igényeset próbáltam hozni nektek. Nem mondom azt, hogy nem lesznek ismétlődő járművek később. Lehet, hogy fog lenni egy retesebb T150K, amelyik már jobban lelakott, egy más jellegű, értitek? Úgyhogy erre a modra vonatkozik. Jó, egyébként azt látom, hogy csini. Egész jó, a modell egész jól meg van megcsinálva, de most
Az ördög a részletekbe rejlik, szerintem ez nem lesz annyira szépen megcsinálva, mint az MTZ. És egyébként Sanyika most próbál, kezdi el sipoltatni a játék. Egyetlen sipolós játéka van, most kezdi el, ma kapta. Na, az alapszínek közül, ha én nagyon örülök neki, hogy csak a gyári színek kerülnek be a palettába, mert én nekem heróton van attól, hogy ugye rózsaszín meg mindenre. A gyári színek kerüljenek be, az tök jó, hogyha egy modern, remélem, hogy igen, hogy ezek a gyári színek utolára jár, hogy például az MTZ-t rózsaszínre ne lehessen festeni, hanem ugye az MTZ-nél van például ugye az a hármas szín paletta, amiben igazából mindig gyártották őket, a pirosba, a kékbe, meg a barnába. Igazából azt hiszem, hogy úgy működik, hogy a piros volt az Szovjetunióban gyártott, viszont exportra szánt verzió. A kék volt a bennfentes szovjet piacra szánt verzió, azok ugye ott a Szovjetunióban mindig kékek az MTZ-ek. És volt, azt hiszem voltak a barnák, amik például voltak külső KGST államok, ahol gyártottak szintén MTZ-ket, és azok voltak azt hiszem, hogy barnák. Ha jól emlékszem, ez itt így van. És nagyon jó, hogyha például ezek az alapszínek vannak mondjuk egy MTZ-nél, és meg valószínűsítem, hogy itt a 150K-nál ezek a színekből lehetett válogatni, vagy voltak. Erre a színre például kifejezetten emlékszem. Így hogyha rákeresel YouTube-on képkeresőbe, akkor ez a szín biztos, hogy volt. Na, viszont ugye át lehetett festeni természetesen másra, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha a Hupi Lila T150K-val futtok össze a Google-be. Nézzük meg, hogy mit lehet. Kerék márkát lehet Kama, meg Belsina márkájú kereket rakni rá, ami úgy nézem, hogy ilyen iszonyat minimál változást ad. Ennek talán így az oldalfalán észrevehető, hogy egy kicsit magasabbak a redők, ennek nem. Nézzük, kerékbeállítás. Ikerkerekeket lehet. Nem raktam rá ikerkerekeket, mert ugye megbeszéltünk egy olyat, srácok, hogy mindig a tesztalanyokat, mindig az alapállításokon használjuk. Ha csak nem ugye most például teljesítményt kellett igazítanom a nem modul gépeknél, ugye ott nem változik más, csak a teljesítmény legyen pont ugyanannyi, mint ennél. Na, akkor kerékbeállítás, oké. Okay. Ikerkerekek, hútpanelt lehet választani, és motor teljesítményt lehet választani. Ez motor teljesítmény lesz. Azt megnéztem én már előre, azt nem állítjuk, mert felesleges. Jó, egyébként nagyon jól néz ki, hogy ugye le van véve az oldala. Kíváncsi vagyok, animálva vannak-e a dolgok, mindjárt ki fogjuk próbálni. Ugye nem kell vásárolnunk, mert már ugye kínál nekünk egy ilyen szép piros. Nézzük meg először, hogy mennyire szép a modell. Egyébként úgy látom, hogy ott látok egy 6 lap fejű csavart, ott pontosan. Meglepő, mert viszont a motorblokk az nekem annyira nem tűnik annyira szépen meg munkátnak, olyan jó, de egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen plasztikus műanyag motorblokk lenne. Kíváncsi vagyok, elindítjuk mindjárt, akkor az XI tárcsák és a különböző dolgok, azok működnek-e, mozognak-e. Jó, ott van a szárnyas anya a izén, a légszűrő tetején ugye, légszűrőház lehet, én ezt gondolom, egyébként az meg a kipufogó. Itt meg ugye, itt is, ez is, hát ez is, én, igen, hát ja, itt van, jól van, oké, légszűrőház, persze, itt van a légszűrő, benne, nagyon jó, a radiátor ugye a vízfűtéshez, gyönyörű, szerintem egy, ahogy nézem, egy 90 fokos elrendezésű V6-os turbófeltöltős motor, nézzük már meg, hogy hol, hogy ki van-e dolgozva, megvan-e a turbófeltöltőnk. Azt nézem, hogy hol van a turbófeltöltőnk, gyerekek. Csatlakozásnál kellene lenni, ugye kipufogok összecsatlakozásnál. Elsőjesnek tartom, hogy a turbófeltöltő, így, én most mint laikusként úgy érzem, hogy ebbe foglal helyet, mivel, nem, az nem. Hol van a turbó? Kilopták a turbó, gyerekek, a Verdából. Jó, oké. Okay. Majd aki is vett 150K-t, azt megmondja jobban, és a kommenteket érdemes emiatt figyelni. Mivel a turbó feltöltött, nem látom. A két henger között, azt mondjátok? A két henger sor között? Igen, ott lesz gyerekek. Szerintem a két henger sor között, de érdekes módon nem tudom a kipufogót, hogy hajtja meg. Jó, mindegy.
nagyon szép. Igen, igen, jól néz ki. Meg vannak a hatlapfejű csavarok, amit ezelőtt is kerestem, ott is, nagyon örülök neki. És az, az nagyon jó, amikor a moderek gyerekek nem restek arra, hogy ott nézzétek bent. Ott ugye a lehajtásnak, a differenciálműnek a házánnak gyakorlatilag a csavarok meg vannak csinálva, és egy, úgy vannak leszínezve, ahogy kell, nem az, hogy pirosra le van, hanem zsírulj minden, gyönyörű gyerekek, ott szép. Itt van ugye a törzscsuklós kivitel természetesen, a ugye a kabin is, meg a motor is az első szekcióba foglal helyet, és ugye hidraulikus hengerek mozgatják gyakorlatilag a kettő felett. Ott van ugye a igen, nagyon jó, igen. Van teljesítmény leadó tengely, az is nagyon szépen van kivitelezve. Ami nagyon érdekes ugye, mivel rábas tengers be annyira, igazából a rábához, ugye rábas tengerhez annyiba hasonlít, hogy törzscsuklós kivitelezés, de az, az nagyon érdekes, hogy például rábába, ott nincsen TLD, TLT. Teljesítmény leadó tengely a rábában. Na, nincs, emiatt ugye nem lehet meghajtani olyan gépeket, vagy olyan eszközöket, amihez szükség van ehhez. Jó, a gyerekek, szerintem beülünk, aztán megyünk bele egy kört, megnézzük, mi van animálva, először is indítsuk már el. Elindítjuk és kiszállunk, és megnézzük, hogy minden szép. Hát egy kicsit üt, egy icipicit ütnek a tengelyek, nem minden egyi. Ez ugye nem pont, a modell nem pontosan oldotta meg nagyon. És annyira ne csin... nagyon jó, gyerekek, tetszik. Komolyan tetszik. Nagyon szépen mozognak a dolgok. Vízpumpa, generátor, minden ahogy kell. Jó, nekem bejön. Beltéret megnézzük, az is nagyon fontos tud lenni. Érdekes, hogy szinte ugyanaz a műszerek vannak benne, mint az MTZ-be. Nem mondom, hogy gyárilag is nem ugyanazok vannak benne. Akkor jó nagy fülkével rendelkezünk. És igen, és a pedál. A pedálok is nagyon jól működnek, sőt a váltó is. A váltó is nagyon szuperül működik. Ó, de igazán jó. Igazán jó. Ez mi ez a... Itt valamit be tudunk kapcsolni. Nem hiszitek el. A teljesítmény leadó tengelyt, a TLT-t tudod manuálisan kapcsolni. Baromi jó, nagyon jó. Á, nagyon ász, imádom. Nagyon jó. Tök jó, nagyon jó. Szépen meg van csinálva. Igényes mod. Mindenkinek ajánlom, aki szép jó modokkal akar ugye játszani. Rahat jó. Tetszik. De viszont jöjjön a teszt, amit ugye nem hagyhatunk el. Ugye itt van nekünk egy olyan ilyen gépünk, amelyikkel ugye mozgatunk, ezek nem fognak játszani, viszont itt van a fentünk, és itt van a ugye őrá lehetett választani a gyári súlyt. Ő ugye a legnagyobb motorral van, ami olyan 170 lóerő körül, ugye ő 165 lóerővel, és ő 170 lóerővel, ilyen 5 lóerő különbségek esetleg, ha vannak. Őrá megvettem egy súlyt. Annyit akartam még kipróbálni, sőt annyit még egy kicsit hadd állítsak, gyerekek, bocsánat, hogy ezt most teszem meg, hogy a koszolódást, azt gyorsra akarom rakni, azért, mert hogyha véletlenül bagos, akkor azt jól lássuk meg. Na, hát menjünk először a T-szül az 50K-val, ezzel a gyönyörűséggel. Ugye ugyanaz a rakomány, valószínűleg sokkal gyorsabban fog vagy eljutni addig, ameddig ő tud, vagy fölérni. Annyi, hogy 10-es tempomatra fogom állítani, és még annyi, hogy stopperelni fogom a dolgot, onnan indulunk mindig, ezután, hogy mondjuk az első kerék az éppen ne érjen oda, jó? És akkor annyi, hogy én kiválasztom itt a stoppert, és ahogy legyomom majd a tempomatot, ugye lepörgetjük 10-re. Nem hiteles egyébként az óra, mivel azt hiszem 35 a végsebessége, itt 43-ban beállítva. Úgyhogy erre esetleg még figyelheted volna a modell, de lehet, hogy azért akarta ugye feljebb állítani, hogy jobban játszható legyen.
Azért ne 30-ra kelljen elmenni valahova. Figyeljetek, itt nyomok egy 3-as gombot. Abban a pillanatban elindítom ugye majd a stoppert. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. 1, 2, 3. Ugye nem csinálok semmit, csak esetleg kormányzok. Hú, gyerekek! 8-al! 8-al megyünk. Ilyenkor mondjuk még az idő akkor nem is annyira fog minket befolyásolni, mert lehet, hogy nem fogja visszahúzni. Nézzétek, az alsó szekciója a fellépőnek animált, mozog. 8-al jön felfele, gyerekek. Nagyon, tök jó. Nekem tetszik, szépen. Szépen megy, abszolút nem emelkedik ki az eleje. Ugye ezeknél a traktoroknál, ezeknél a jellegű traktoroknál, a körcsuklósoknál, ahol a motor is, kabin is, minden előhelyezkedik el, nagyon-nagyon elő van a súlypont, úgyhogy nincs olyan nagy probléma azzal nekünk, hogy hogy kiemelje az elejét. Ezért is jó súlyt rakni ugye a másik jellegű traktorokra. Szép, szép, négyel megy felfele. Én szerintem nem fog teljesen felmenni. Jó, kiérünk a füves részre ugye, ahol már nem süllyed bele a kerék. És igen, és a fű, viszont a füves részen ott meg elkezd úgy rugni, mint csúszni, mint az őrült. Úgyhogy ez ennyit tudott. Tök jó. Hát még egy kicsit erőlködik. Jó, jó, oké, még jó, hogy adtunk neki egy kis időt még. Semmit nem nyomok gáz, gyerekek, csak irányítom egyébként természetesen. Igen. Itt már annyira fölfele megy, hogy ugye az eleje az elemelkedett a gépnek. Emiatt az első két kerék az nem fog konkrétan. Jó, akkor ez eddig tudott, az eleje ugye a fegyőfánál van kb. Megállunk, oké, lefogok. Berakom ide. Rájöttem, hogy keresztbe fogom rakni ezeket a gépeket, hogy ne guruljanak le. Az eleje... az így volt. Szóval egy dolgot észrevettem a gépen, majd utána ezt átbeszéljük. Kell hoznom nekem, srácok, egy ilyet. Vissza kéne hoznom a... vissza kéne hoznom a rakományt. Hop. Amikor majd olyan gépeket próbálunk, gyerekek, amikor enne, amikor a 620-as KCH 620-as lesz majd az ellenfele, vi gyerekek? Na, az lesz a nem mindegy. Ugye természetesen a súlyt azt majd fogom változtatni annak függvényébe, hogy milyen jármű, milyen erős járművek fogunk próbálni, tehát nem ezt a rakományt fogja húzni egy erősebb jármű, mondjuk egy kirovec, vagy egy tába, mondjuk nem is tudom, hogy még mi. Még annyit akartam mondani, hogy nagyon örülnék, hogyha nem is kell modokat küldenetek, hanem gépek neveit írjátok, hogy esetleg mit láttok. Ne soroljatok fel 30 gépet, mert igazából mindig csak egyet-egyet tudok kipróbálni, de például én nekem mindenképpen az UTB-k, azok benne vannak a repertoárban. Kisebb Zetor 50-es például, ugye Zetor Super, talán így sokatok mond valamit. A Rábák természetesen, a 180-as, a 300-as, a 250-es, és lehet, hogy sokan nem ismeritek, de például a 240-es? Azt hiszem, hogy volt egy 240-es 180 alapjaira épült 250-es motorral. Jó, gyerekek. Megállunk. Motor kikapcs. És akkor egy perc kimehetsz. Menjen a Johnny. Johnny azt hiszem az... ő csak 160... nem, ő a legnagyobb motor, meg tudjátok nézni. Azt hiszem, hogy 160 vagy 165, paci. Erre én is kíváncsi vagyok, gyerekek. Ugye súly van az elején, a másiknak is van súly. Az a lényeg ugye itt, nem az a lényeg, hogy ki nyer, nem az a nagyon fontos, hogy nekünk most a T150K-nak kell nyernie, hanem az a fontos, hanem hogy ezek a járművek, ezek a nem modott járművek, ezek körülbelül olyan erősek legyenek, akkor jó a mod.
Ugye? Akkor jó a mod. Na gyerekek, akkor kerék itt van. Igazából, mivel nem ment fel, miatt nem kell nézni az időeredményt, úgyhogy a stoppert azt mégis állíthatom. Tempomat 10-re. És akkor 3. És meglódult. Meglódult. Meglódult a Johnny. Meglódult a Johnny. Hát, egy gyengébb, mint a T-150, azt tudom, de majd rá fogunk nézni, hogy mégis pontosan milyen erejű. És megmondom őszintén, le a falappal körülbelül ennek így kell működnie. Ennek körülbelül ezt a teljesítményt kell hoznia. A T-150K 170 lóerejével, ő azt hiszem talán 160 vagy 165 lóerőjével tökéletesen összhangban van. Emiatt elmondható, hogy az a T-150K-s mod már most látható, hogy ez egy jó, egy szépen jól kidolgozott, jó konfigurált mod. És itt most már mindenképpen látom azt, hogy mi a probléma az a T-150K-s moddal. Az, hogy nem koszosodik. Vagy ha koszosodik is, nagyon kicsi mértékben. Ugye azt állítottam be, hogy nagyon gyorsan koszosodjanak, piszkolódjanak a járművek. Hát ez a John Deere-en ezen látni is, viszont a 150K ragyog, mint a Salomon köke, csillog-villog, ami nem olyan túl jó. És na, kíváncsi vagyok a fűben, hogy fog szerepelni Johnny. Nem torpan meg annyira, mint a T-150. Látjátok? Nem torpan meg annyira. De itt ugye van egy nagyobb emelkedős rész, itt most kezd el emelkedni jobban. Gyerekek, ennél jobban konfigurált modot, mint ezt a T-150-t, úgy látom, hogy még nem láttam. Jó, itt lett a vége. Oké. Itt lett a vége, stop, stoj. Jó, vissza is csúszott egy kicsit, álljunk meg, kikapcsolunk. Picit visszacsúszott, úgyhogy... És a végén megnézzük tényleg azokat a teljesítményeket, hogy mekkora különbségek vannak. És szerintem ez baromira eltalált a T-150K-nak a teljesítménye. Hát most sajnos megint fel kell hoznom a nagy ágyunkat, ugye? Ő neki, én a fentet azt mondom, hogy a fentnek a Johnny és a T-150K között kell lennie, mert a fent úgy emlékszem, hogy az egy icipicit, azt hiszem 5 lóerővel erősebb. De hogyha ez így meg van csinálva, és ez tényleg ez ott lesz, akkor ez a T-150K... Halljatok. Gyerekek, itt mennek a gépek az összes. Aztán nem tudom, hogy miért lesz rossz a videó, mert csak géphangot lehet hallani közben, mi? Kell csinálnom egy lejáratot is, majd úgy látom itt. Amúgy egész jól eltalált lett ez a pálya. Azon most az, nem magamat akarom fényezni, de tényleg egyébként egész jól eltaláltam. Ugye van benne ilyen földes rész is, sülpedős rész is, tüves rész is. Tök jó lett, jó lett. Egyébként az ászlók is ugye modok. Mindenféle különböző országból való zászlók vannak, azért raktam amerikait, mert azt hiszem, hogy ugye ez egy amerikai map, aztán mondom, akkor legyünk hülyek ehhez. Na gyerekek. Na, és a végén megnézzük akkor tényleg, hogy tényleg úgy vannak az arányok a teljesítménybe a három gép közül. De azért lehetem szurkolni, hogyha esetleg neked a kedvenc géped, ezt meg mindig elfelejtem kikapcsolni. Neked a kedvenc géped, mondjuk ez a fent, akkor mehet a szurkolás ezerrel. Természetesen lehetne szélesebb kerekeket rakni, bizonyos gépekre nem rakok. Ezt próbálom így belétek súlykolni, hogy ne legyen mindig ez a kérdés, meg ne azon veszekedjünk be. Rakhattál volna a szélesebb kerekeket erre, meg rakhattál volna azt, meg amaszt nem. Mindig a default konfigurációval fogjuk csinálni. Na gyerekek, oké, akkor adjál neki is annyi.
Leviszem a tempomatot 10-re. És akkor nyomjunk egy 3-as kapcsolatot. Roppant kíváncsi vagyok. Ennek a Fendnek jobbnak kellene lennie, mint a Johnnynak. De rosszabbnak, mint a T-150-nek. Viszont nagyon jól megy, gyerekek. Nagyon jót tesz neki az a baromi nagy súly, és igazatok volt, aki írta, meg mondta, köztök belven is, hogy kellett volna súlyám az elejére, tesó. Mert ezeket a gépeket úgy tervezték, hogy kell a súly az elejére. Nem véletlenül van ott a felfogatás. Nincs, mert ugye gyárilag nincs, nem úgy, mint az MTZ-nek, hogy rá vannak a sonkák akasztva. Hú, de jól megyünk, de jól megyünk. Nem megyünk olyan gyorsan, mint a T-150. Viszont nem rúg a kerék, hanem nagyon szépen hajt. Nagyon jó, gyerekek. Jó, nagyon jó, és a hangja is nagyon jó, ilyen söblös. Itt már azért megérkeztünk egy kicsit feljebb lévő kategóriába, ugye. Azért majdnem háromszoros, de minimum dupla, nem, dupla olyan erővel rendelkezünk, mondjuk, mint egy MTZ, ugye. Akármennyit szóljuk le ezeket az újabb gépeket, azért itt azért van kakaó már. Jó. Hát gyerekek, ha pont beül a kettő közé, akkor le a kalapba, de szerintem ez tovább fogja húzni. Nem, bazze, nem. És pont a kettő közé fog beállni, akkor, mint a kerej, akkor lesz tökéletes. Nem, tovább húzza. Nem, tovább húzza. Nagyon jó, hát most komolyan izgulok, hallod? Nem, tovább. Tovább húzza, gyerekek, beszarsz. A fent egész jó. Egész jó. Sőt, nagyon jó. Nagyon durván jó. Hát már sok hallom egyébként, hogy mennyire jó. Annyi még egy kicsit, hogy ugye mivel, hogyha elértünk egy olyan szakaszt, amelyik nem emelkedik tovább, akkor valószínűleg a végtelenségig húzza azon a szakaszot. Úgyhogy itt már nem emelkedik. Hát ide gyerekek, a nagygépekre ez nagyra kovágy kell, mert hogyha ez is így egész jól felhúzza. Viszont a súly szerintem az baromi nagyot dobott rajt. Az nagyot dobott. Hogy meglett a tapadás elől is. Itt a füves részen is megvan a tapadás. Nem pörögnek a gyerekek, gyerekek. Most hogyha szerintem ledobnám... Basszus. Jó, oké, megnyerte. Ez eddig följön, ez biztos. Jó, nullánál vagyunk. Annyit még megpróbálok, gyerekek. Visszamegyek egész a füves részig. Hopp, azért megállni nem akar. Megnyerte. Annyit megpróbált, lerakom ide félre egy kicsit a súlyt. És mi lett volna akkor, hogyha nem lenne rajtuk a súly? Jó. És akkor csak a füves része, jó? Most tényleg akkor legalább levonjuk azt a következtetőt is, hogy hát igen, a súly az mennyit jelent, vagy mennyit nem jelent. Na, hármas. Jó, de nézzél az első kerék. Mennyit jelent a súly? Legalább tényleg össze, meg tudjuk ezt most nézni. Mennyit jelent a súly, gyerekek? Látjátok? És még hogy nem jó a Farming Simulator 19-ben ugye a fizika. Többen egyébként ezt ehhez végezték, hogy jaj, mert nem jó a fizika, meg igazából tök mindegy, hogy van-e súly, nincs-e súly. Ennyire jó a fizika. Talajtapadás teljesen jól megvan oldva, és érdekes, hogy most állt be a kettő gép közé, ugye. Viszont érdekes, ugye azon a Johnny-n azért a gyári súly van. Na mindegy, lehet ezen vitatkozni, hogy akkor most ez hogy van. Az a lényeg, hogy akkor ez jól teljesített, viszont akkor annyit megnézzünk, hogy akkor ez a T150K, az mennyire van jól konfigurálva. Nézzük meg a varázsunkat. Ugye van a Jorink, ami 164 lóerő. Ez érdekes, miért 180-ra van írva? Az előbb még 170 volt. Ja nem, ami ki van állítva, az van annyit, azt hiszem. Bérelt eszközök.
Nem, 180-ra van itt írva, már érdekes. Na mindegy. Ő meg 165. Ja, tehát akkor 265, meg egy 180. Jó, én azt mondom. Megállítom most itt ezt a dolgot. Annyit biztos mindenképpen levonhatunk, hogy nincs túl konfigurálva. Annyi következtetés levonhatunk, hogy nincs túl konfigurálva a T150K. Úgyhogy ha valaki berakja ezt a modot, amit ugye itt lelinkelek a leírásba, akkor egyértelműen és mindenképpen egy olyan modot fog használni, ami hiteles. És ez a fontos szerintem, hogy hiteles modokat. Mert ugye lehet tehetni a modder, hogy beírja, hogy ez 1000 lóerő, és már is 1000 lóerős lesz, ennyi eddig telik neki, viszont ugye nem ő gondolkozott szépen, ugyanannyit adott meg neki, hogy a többi eszközhöz képest, többi munkagéphez képest reális legyen. Egyébként a felni belseje koszosodik, meg ez a középső agyrész koszosodik, amint láttam, más eddig még nem láttam rajt. Na, jó van srácok, ennyire van akkor ez a rész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor írjatok járműveket, hogy milyeneket akartok, hogy kipróbáljuk, hogy milyeneket nézzünk meg, hogy milyen modokat tesztelgessünk. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, csácsobi!